Nem csak a szakrendelések indultak el júniusban a frissen átadott gyermekegészségügyi centrumban, de a gyermekházi orvosi rendelések is már az új épületben várják a családokat. A 17-es, 18-as, 19-es, 21-es, 23-as és a 24-es gyermekházi orvosi körzet betegeit eddig a Fehérvári úti Szent Kristóf rendelőben látták el. Július 15-e óta azonban ők már a Körösi József utcai gyermekegészségügyi centrum földszintjén található rendelőkbe járnak az allé felől, a szamos cukrázza felől van a bejárat. Ránézése nincsen rámpa, ez fontos a helyi lakosoknak, de egy kicsit oldalról a épület mellett, hogy van ilyen kerekesszékbarát feljárata is a rendelőintézetnek ennek a részének. A rendelési idő a költözés után sem változott, a rendelők állapota azonban annál inkább. Minden orvos az eredeti rendelési időben találnak meg a betegek. A portánál tudnak tájékoztatást adni, hogy ki melyik orvos melyik szobába került. A Dávid Ferenc utcai rendelőből beköltöznek a kollégák, mert az egy régi épület volt, ezért tulajdonképpen több házi orvos, az eddigi hat kolléga helyett nyolcan dolgozunk majd együtt a jövőben, és hát ugyanúgy ketten maradtak általában az emberek egy, egy rendelőhelyiségben, és igazán azt nem mondhatjuk, hogy tágasabb lett, de új lett a, a rendelő. A doktornő szerint a gyűjtsz óriási előnye, hogy a körzetek szerinti gyermekellátás nem csak magasabb szinten, de egy helyen valósul meg. Eddig a pulmonológiai és az alergológiai rész az az ezüstfenyőtéren volt, ők is beköltöztek ugyanebbe az épületbe, és ez nagyon kényelmes a kollégáknak, de a betegek számára is. Sokkal jobb, hogy a gyerek részleg az elkülönített, tehát hogy ezt így a légkondicionáló az sokkal jobban működik, friss a festés, tehát hogy sokkal higiénikusabbak a feltételek, mint a korábbi részen voltak. Részben kaptunk újabb ö, butorokat, és részben magunk is ö, hozzátettük a magunk részét, tehát hogy azért egy újszerű ö, környezetben tudunk majd dolgozni. Az új gyermekházi orvosi rendelőkben reggel 8-tól este 8-ig zajlik a rendelés, kivéve pénteken, akkor 19 óráig. Hétvégén pedig ügyeleti ellátás működik. Kivételes előny, hogy a centrumban mindig a nyári időszakban is elérhető gyermekgyógyász.